A fokozott hatósági ellenőrzéseknek köszönhetően a hivatalos hirdető felületeken jelentősen szűkült a csalók mozgástere, ezért egyre többen próbálnak szerencsét a Facebook Marketplace nevű felületén, amelyek közül több ezret vizsgáltak meg a nébih szakemberei. Több mint 5000 ilyen hirdetést ellenőriztünk, és ebből sajnos nagyon sok nem felelt meg a magyar jogszabályi előírásoknak. Ugye mindenkinek azt javasoljuk, hogy hasonlóan más agrártermékekhez, elsősorban helyi termelőtől, ami az erdőgazdálkodókat jelenti, illetve helyben telephelyen rendelkező tűzifa feldolgozó tűzépvállalkozástól rendeljenek, mert ha bármi minőségi, mennyiségi, szállítási problémájuk van, akkor be tudják azonosítani, hogy kitől rendeltek. Ugye ezt támogatandó a létrehozott a honlapján, amit úgy lehet megtalálni a tűzifás honlapot, ha beírjuk egy kereső Programba, hogy Nébik és Eutér, vagy Nébik és Tűzifa, akkor oda tudunk jutni a vásárlói oldalra. Egy keresőfelületet, hogy a környékünkön működő erdőgazdálkodókat, jogszerűen működő kereskedőket megtaláljuk. És uh, lehetőleg ugye ne online hirdetésekből, uh, közösségi portálon közreadott hirdetésekből keressünk, a szakember hozzátette: A Facebookon szinte bármilyen hirdetést fel lehet adni, és csak napokkal később, a bűncselekmény kiderülése után szüntetik meg a csalók az álprofiljukat. De ennyi idő alatt számos jóhiszemű vásárló eshet áldozatul, ráadásul az álprofilok mögötti valós személyeket gyakran a hatóságok sem tudják kézre keríteni. A legnagyobb kockázat az az, hogy nem is lesz portéka. Tehát, hogy jellemzően arra próbálják rávenni a a tűzifa vásárlókat, hogy, hogy, akkor gyorsan, de azonnal utaljanak, hiszen már fogytán van a készlet. Ugye most a jelenlegi keresleti piacon senki ne higgyen el egy olyan online vagy akár szóbeli hirdetést, hogy másnapra száraz tűzifát olcsón azonnali kiszállítással tudunk vinni, mert ez átverés lesz. Aki ezen a piacon felelősen, jogszerűen dolgozik, az több hetes, vagy néha azért inkább egy hónapos kiszállítási határidőt vállal, de mindenkinek azt javasoljuk, hogy jobb egy későbbi időpontban megkapott fa, mint az, hogy elutalunk előre pénzt, és onnantól kezdve mind a Facebook profil eltűnik, mind a telefonszám elérhetetlen lesz. A hatóság tehát azt javasolja, bármilyen vonzóak is az olcsó tüzifával csalogató hirdetések, az EUTR azonosító nélküli eladókat inkább érdemes elkerülni, és inkább várjunk több időt a KH-ba valóra a legális kereskedőktől. A nébi honlapja számos gyakorlati útmutatást tartalmaz a tüzifa vásárlással kapcsolatban, valamint létrehoztak egy oldalt arra is, hogy az EUTR azonosítók alapján ellenőrizni tudjuk a megbízható kereskedőket.